Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól az indiai számítás szerint, május 9-ére, 10-ére és 11-ére. Május 9-én félhold van, valami hiányzik. Ezúttal a levegő eleméről van szó. Tehát hiányzik a könnyűség, a játszadozás, az ötletek vagy a kommunikáció. Május 11-én Merkur bolygó megáll, itt megállnak ezen a napon az események. Utána visszafele halad, ami arra utalhat, hogy fékezi az eseményeket, különösen amikor kommunikációról vagy szerződésekről, kapcsolatokról van szó, de ez a visszafele mozgás utal a múltra is. Lehet, hogy valaki gondol rád, és jelentkezni fog a múltból. A mai napon a beszélgetések nem túl jók, vagy lesz egy jó hír, de a következő napokban javulni fog a helyzet. Ami a párkapcsolatot illeti, itt egy álom megvalósulhat, és mi hölgyek álmodozóak vagyunk, hiszen Vénusz bolygó a halak jegyében van, a víz elemében, és a víz eleme utal érzelmekre. Mars bolygó viszont a levegő elemében van, a vízöntő jegyében, tehát a férfiaknak kell egy kis szabadság, a szabadság érzete, vagy fontos a beszélgetés. De szemben áll a hold, itt mérlegelni kell a dolgokat, ne túl sokat, ne túl keveset. Mi hölgyek szeretnénk érzelmekről beszélni, a férfiak kevésbé. És ha mi hölgyek ezt eltúlozzuk, akkor a férfiak most visszahúzódnak. A hold a mai napon a Makha holdházban van, és Makha holdház felett Regulus csillag uralkodik, tehát a napokban Regulus csillag hat ki ránk. Ez egy királyi csillag a királyoknak, az uralkodóknak a csillaga, tehát szimbolizálja a mi szívünket is. Tehát kihat mindarra, amit mi szeretünk, amit mi kedvelünk. És ez volt a felvétel, és én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!